Kedves gyerekek, kedves hívek, diákonusok, paptestvérek! A mai estén a megszólítás hierarchiája, az most fordítva, mint szokott lenni, amikor is az atyákkal, diákonusokkal is így kezdem a megszólítást, hiszen a gyerekek azok, akik ennek az estének, ennek a napnak legjobban örülnek, és olyan ünnep ez, mely az egész keresztény világon ott van, hatásában pedig azt lehetne mondani, még ott is, ahol már a kereszténység kiveszett, mert valamilyen formában még a télapó is őrizte a Szent Miklós püspök emlékét, és még a kommunizmus alatt se tudták kiirtani, hogy ilyenkor ajándékoznak Szent Miklós püspök emlékére és az ő képében. Itt különösen is nagy ünnep, először is a város legöregebb templomának ő a védőszentje, és a főoltár is őt ábrázolja, azt a híres jelenetet, hogy a lányoknak ajándékot juttat, akik hát nagy szegénységük miatt talán már a rossz életre is képesek lettek volna, hogy legyen miből házasságra lépniük, de Szent Miklós megmentette őket. És az a templom ősidők óta itt áll, hihetetlen, hogy miért Szent Miklós a védőszentje, de arra sem találunk magyarázatot, hogy Kecskemétnek miért a védőszentje, a városnak Szent Miklós. De ha már így van, akkor nagyon jó, hogy így van, mert ő olyan ember, aki Jézus Krisztus nyomában járva olyan példát adott, aminek a hatás története még most is érezhető. Hiszen Jézus volt az, aki minden szentnek példát adott. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy példát adtam nektek sok mindenre, a jóság különböző formáira, kifejezetten Szent Miklós esetében arra gondolunk, hogy megjegyzi az apostolok cselekedete Jézusról, hogy körüljárt jót cselekedvén, amerre ment, jót tett, gyógyított, segített az embereken, meghallgatta őket, szavával vigasztalt, az evangéliumot hirdette nekik, hogy hallhattuk az evangéliumból is, hogy ez lett aztán a parancs, hogy mi magunk is tegyük ezt. És Szent Miklós megszívlelte, ő nem egy ilyen mesés alak, akiből hát mindenféle figurákat készítettek később, hanem valóságos történeti személy. A mai Törökország területén született Mírában, olyan 270 körül, gazdag családból, és följegyezték róla, nagyon okos gyerek volt, pappá lett, és részt vett az első olyan zsinaton, amit már szabadságban tartott meg a kereszténység, hiszen 313-ig üldözött volt a Római Birodalomban. És 325-ben az akkori keresztény világ tájékáról mentek a főpapok Niceába, hogy tartsanak egy zsinatot, egy ülést, egy nagyon lényeges kérdésről, hogy Jézus Krisztus most csak hasonlít a mennyei atyához, vagy pedig ő maga is az Isten fia. És ez a nagyon nehéz kérdés még egy görög szóval is ismerté vált, a homoúziosz vagy iúziosz, hogy egyik annyit mond, hogy csak hasonló, a másik meg, hogy ugyanaz, mint a mennyei atya lényege szerint. Hát persze ezért lehet viccelődni, hogy egy I betűn veszekedtek, csak hogy az I betű nagyon sokat jelent a mai világban is, mert azért nem mindegy az, hogy valaki igaz ember vagy gazember. Egy I betű választja el, és ugyanígy a görögben is egy I betű választott el, hogy hasonló-e,
a mennyei atyához, vagy Isten fia-e Jézus Krisztus. És ott az atyák az ősi hitet megerősítették, és alá is írták. Az a hosszú üszekedj, amit szoktunk mondani a szentmiséken, az még hosszabb az eredeti szövegben, már ott is le van rövidítve, azt aláírták, és ott van az aláírása a zsinati atyák között Mírai Szent Miklósnak, akkor csak Miklós volt, később lett szenté, és hát ott temették el, erekjét, a csontjait ki kellett menekíteni az iszlám elől. Most már azt hiszem mindenki tudja, hogy mit jelent az iszlám hódítás, az már akkor is nagy gondot jelentett a kereszténységnek a 700-as évektől, és Olaszországba, Báriba vitték el a csontjait, az erekjét, hogy meg ne gyalázzák. De hát ez még kevés lenne ahhoz, hogy ajándékozzunk is. Hát ez azért történt, mert Szent Miklós Jézus Krisztushoz hasonlóan ő is körbejárt, jót cselekedett. És méghozzá sok esetben csak titkon. Ma, amikor valami nagy ajándékot adnak, mondjuk egy pályázat, egy cég, vagy valami prima primissima díj alkalmával, akkor legalább akkora dicsőséget adnak annak, aki azt adományozza, mint aki kapja. Ő nem így volt. Ő nem várt azt, hogy őt dicsőítsék, vagy mint amikor a pályázatokat nagy táblán hirdetni kell, hogy adta az Unió ennyi és ennyi pénzt. Nem. Szent Miklós erre nem várt. Nem akart azt, hogy őt dicsőítsék. Ő úgy tette a jót, hogyha lehetett titokban. De azért nincs az a titok, ami ki ne derülne ilyenkor. Kiderült, és hát mondták róla, hogy ez ő volt. És annyi jót tett, hogy a nép emlékezetében megmaradt. És így ünnepelték később, hogy hát akkor mi is Szent Miklós emlékére ünnepén ajándékozzunk. És kiket? Hát elsősorban a gyerekeket, mert ők azok, akik legjobban örülnek az ajándéknak. Nagy gazdag embert nem lehet megajándékozni. Az is a baj sokszor a gazdagoknak. Mit adjunk nekik? Hát mindene van. Hát mit ajándékozzunk nekik? Már nem örül szinte semminek sem. A gyerek még örül a kis dolgoknak is. Hát éppen ezért az ő ünnepük elsődlegesen Szent Miklósnak az ünnepe, és hát ez követésre hív bennünket. Most ez az esztendő, amit egyházi évre gondolok, nem a polgári évre, ez olyan szempontból is összehangolódik Szent Miklós példájával, hogy elkezdődik az irgalmasság éve. Szent Atya meghirdette, hogy tegyünk minél több jó cselekedetet, és szintén egy nagy szentnek, aki Pannonia földjén született, és majdnem kortársa volt Szent Miklósnak, Szent Márton, aki ketté vágta köpenyét, és ő maga is jó cselekedetekkel járt elől, Szent Márton név lesz. Tehát itt mint egy kiegészítődik az egyházban a jó tetteknek a fontossága. Mert a hitre azért van szükség, hogy legyen erőnk jót tenni. A hívő ember Istentől kap erőt ahhoz, hogy akkor is megtegye a jót, amikor nincs kedve hozzá, vagy olyanokkal is megtegye, akik nem adtak neki semmit, akik talán kívül állnak, vagy olykor Jézus azt mondja, még az ellenségeiteknek se akarjatok rosszat, ha rászorul, akkor tegyetek jót. És a kereszténység nagyon fontosnak tartja, hogy jót is cselekedjünk. Ne csak imádkozzunk, vagy higgyünk, hanem jót is tegyünk. Mert ez számon kéri majd tőlünk, amikor meghalunk az Úr Jézus, hogy mit tettetek. Fontos tehát annak gyakorlása, hogy sosem múljon el nap, hogy valakivel ne tegyünk valami olyan jót, amiért nem várunk azonnal jutalmazást, önzetlenül és tiszta szívvel. Ez a keresztény életformához hozzátartozik, és ezt kell tennünk.
Valaki azt mondhatná, de hát én akkor mindig rosszul járok, ha én osztogatok meg adakozok. Jézustól származik a mondás, nagyobb boldogság adni, mint kapni. És aki erre rájön, az gyakorolja is. Hát nem nagy ajándékokra kell gondolni, valami kis jóságot, figyelmességet, valami közvetlenséget, apróbb, nagyobb tetteket, mert arra mindig nyílik alkalom, ha más nem jó szót a másik embernek. Mert megtörténik az, hogy valakinek valami nagy jót akarunk adni, ugyanakkor a kis jóságokról elfelejtkezünk. Éppen valaki mesélte ma, hogy hát most a karácsony előtti vásárlásba ő is ment, és a parkolónál egy ilyen nagy kocsinak a tulajdonosa olyan agresszíven, gőgösen, mikor ő már benne állt, ott rendre utasította is, nagy dőfösen megy az áruházba, hogy azoknak, akiket szeret, vegyen valamit, de ugyanakkor a másik embert semmibe se veszi. Hát ez nem szeretet. Ez csak ilyen adok-kapok viselkedésmód. A szeretet az megpróbál mindenki iránt jót tenni, nem nézve azt, hogy ettől visszakapok valamit, vagy sem, hanem akivel éppen találkozom, hiszen azt mondja a Szentírás Jézusról, körüljárt jó cselekedvén. Hát ezt a tanulságot vigyük magunkkal, Szent Miklós templomából, Szent Miklós ünnepén, így lesz a búcsunk teljessé. Hiszen a búcsú az egy különleges lelki alkalom, amikor a szent közben járására Isten áldása és a bűnbocsánat is kísérhet bennünket. Szent Miklós legyen példaképünk, közben járunk, hogy mi magunk is Jézushoz hasonlóan a szeretet tetteivel éljük minden napjainkat. Amen.